A tenisz nem csak izgalmas és szórakoztató sport, hanem remek testedzés is. Számtalan jótékony hatással van. Javítja a szem- és kézkoordinációt, ami főleg a fiatalkorban meghatározó, támogatja az immunrendszer működését, hozzájárul a fizikai állóképesség növeléséhez. Már a közkedvelt sport és szabadidős tevékenység lett. Megnőtt az amatőrök száma, minden korosztály űzheti. Szekszárdon a sportközpont kezdeményezésére hozták létre a tenisz szakosztályt azzal a céllal, hogy lehetőséget adjanak azoknak a 6 év alatti gyerekeknek, akik érdeklődnek a tenisz iránt, de még nem volt lehetőségük ütőt ragadni. Az edzéseket a jégcsarnok mögötti teniszpályán tartják, amit először elhanyagolt állapota miatt rendbe kellett tenni. Elején nagyon rossz állapotban voltak a teniszpályánk, és ebből 3-at felújítottunk nyár elején. Tehát itt már igénybe tudták venni akár idősebbek, bárki, a fiatalok. Tehát tenisz alkalmasra tettük a pályákat. Most eddig ott tartunk, hogy tavaly előző hónaptól már szakosztályá váltunk. És az idei hónapban, tehát most októberben tenisz edzéseink is vannak, tehát jelentkezhetnek fiatalok, tehát teljesen kortól, nemtől, előképzettségtől függetlenül lehet jelentkezni hozzánk tenisz oktatásra. Szakács László hozzátette, hogy a szakosztály létrehozásának az is a célja, hogy utánpótlást biztosítsanak azzal, hogy lehetőséget adnak a fiataloknak a játék elsajátítására. Most egyre hétfővel tudtuk megindítani az edzéseinket. A legfőbb az, hogy nekünk, hogy minél több srác jön le, fiatal, akik teniszeznek. Igazából én úgy gondolom, hogy ez az is lenne jobb, hogy a szexuális teniszéletet egy kicsit felelevenítsük, és hogy a fiatalok lejöjjenek teniszezni, mert elég kevesen fognak ütőt. Mindenhol, tehát akár legyen ez Facebook, internet, akár elmenjünk iskolákban is, próbaedzéseket tartunk, tehát hogy minél több fiatalhoz eljusson a teniszsportág, és hogy lejöjjenek mozogni. Versenyeket ebben a szezonban nem terveznek, viszont a későbbiekben szeretnék a gyerekeket megmérettetni. Versenyek egyelőre még nem lesz, mindenképp az a célunk, hogy hogy labdabiztosak legyenek, és hogy élvezzék magát a sportágat, és hogyha úgy alakul, akkor viszont a következő szezontól mindenképp szeretnénk mi is tornákat szervezni, tehát amatőr tornákat, és akár kisebb tornákra is eljutni, akár ilyen regionális versenyekre. Ezeknek majd azt szeretnénk a legfőbb célja lenni, hogy egy kicsit kipróbálják magukat, hogy milyen szinten vannak, és hogy mennyire megy a játék nekik. Ősztől tavaszig fedett pályán fognak majd az edzések. Tehát a téli edzésünket a sportcsarnokban oldjuk meg, minden adott hozzá, hogy ott is tudjunk ugyanolyan körülmények közt játszani, mintha itt kint lennénk, csak salak nincs. Tehát felszereltük teljesen úgy az egyik, a kettes sport, a csarnokot, hogy tudjunk teniszezni, és ezáltal ugye ugyanazt az edzést meg tudjuk ott is tartani, mint itt kint, csak nincs salak a lábunk alatt. Egyelőre heti 2 edzés van minden kedden és csütörtökön, de bíznak abban, hogy minél többen csatlakoznak majd az oktatáshoz.